Sziasztok! Ebben a bejegyzésben meg fogom mutatni, hogy mi lapul az én neszeszeremben. Nagyjából fél éve, amikor indult a blog, akkor már megmutattam ugyanezt a neszeszert, de azóta rengeteg minden változott, és rengeteg dolog került át, és került ki belőle, illetve új termékeket ismertem meg. Úgyhogy úgy érzem, hogy időszerű megmutatni, hogy most mi lapul benne fél év blogolás és terméktesztelés után. A neszeszer amúgy változatlan, mivel hogy ezt Dániában vásároltam, és annyira bevált ez a kis táska, amúgy ez egy Louis Vuitton, és egy kicsit zavarja a fény, ahogy én látom a kamerát. Nos, szóval ez egy Louis Vuitton kis táska volt, amiről leszettem a fülét, és így neszeszerré vált. Nagyon szeretem, mert nem ázik át, tehát ha még beleborulna bármi, ami úgy előfordulhat, akkor sincs katasztrófa, hiszen nem fogja kiengedni magából a terméket. Na de, pillancsunk is bele! Először is a legfontosabb számomra az a pici tükör, amit magammal hordok. Ezt a tükröt, illetve kefivi alakítható dolgot az Oriflame-től kaptam. Szedtem, szereztem, vettem, nem is tudom, hogy honnan van. Hát hajkefeként sose próbáltam még, viszont tükörként nagyon praktikus kis kompakt kiszerelés, és az Essence-nél láttam ugyanilyen tükör és fésű kombót, úgyhogy nála tudtak szebbet és kevésbé leharcolt állapotot találni. Amit ugye minden nap használ az ember, az az alapozó. Nos, nálam a Catrice-nek most az Olmed Plus alapozója van benne, szerintem jól látszik, vagy legalábbis remélem, hogy látszik. Szóval ő nagyon leharcolt állapotban van, már a végét járja. Amúgy ez a Warm Beige árnyalat, ami egy elég sötét, de nekem pont megfelelő az arcszínemhez. Őt használtam egész nyáron, de most nagyon gondolkozom, hogy a Vichy-nek van egy alapozója, ami hihetetlenül jó, és én imádom, hogy őre le fogom most cserélni ezt a Catrice-t. Bronzosítónak, ami ugye mostanában hatalmas divat, és nem tudom, én mindig is ezt csináltam elsősorban, hogy csak bronzosítót használtam kiemelésekre, vagyis mélyítésekre. Szóval most a New York Color-nak a púderét, pirosító púderét, amiben van highlighter is, na így látszik, szóval ilyen mozaikos, és van benne highlighter, meg bronzer, illetve ilyen púder. Nos, őt használom most bronzosításhoz. Amúgy tökéletesen megfelel erre a célra nekem, úgyhogy ismerkedünk. Szoktam fixálni nyilván az alapozót, hogy ne mozduljon el főleg melegben, illetve hogyha megizzadnék. A Catrice-nek az Olmed Plus púderét használom, amiből szintén a Warm Beige 30-as árnyalatot. Nekem tökéletesen megfelel, nagyon-nagyon fixen tart, szóval őnál a púderben eddig ez a nyerő. Néha pirosítok is, mondjuk most is van rajtam egy leheletnyi. Az Essence-nek a Blush Up nevezettű, gyönyörű, narancssárga és pink árnyalatú pirosítóját használom, ami hihetetlen pigmentált, szóval őt ezért meg is érdemes mutatni, de mindegyikből fogok egy-egy bejegyzést betenni. Amúgy ezzel a kamerával még mindig nem boldogulok, mert nem akar fókuszálni. Nos, szóval őt használom. Az arcomra még szoktam kiemelésként highlightert alkalmazni. Legjobban a Mimimi nevezettű highlighter vált be eddig. Őt a Makeup Plaza-tól tudjátok beszerezni. Amúgy róla is írtam már szerintem tesztet, és ő egy ilyen körömlak ecsetszerűséges. Ó, léci, fókuszálj! És ha közelebb megyek, akkor se. Szóval olyan az egész, hogy majd képen látjátok a bejegyzésben, mintha egy körömlak lenne, és pár pici pöttyöt szoktam feltenni az arcsontomra, illetve a szemöldököm alá, és gyönyörűen kiemeli azokat a részeket, amit ugye világosítani szeretnék, tehát azt szeretném, hogy kijebb jöjjön optikailag. Mivel ezeket a termékeket fel kell vinni is, mint termékeket, így igazából kezdhettem volna ezzel is a történetet, ecseteket kell használnom. Én az IBS ecseteket szereztem be ehhez. Ők egy nagyon környezetbarát ecsetnek a koppintásai. A nevük az EcoTools, és pár darabos kiszerelésben lehet megrendelni.
Azt hiszem, egy 1000 forint se volt, és iszonyatosan kicsik, szerintem így látszik is. Szóval tök picurkák, és nagyon kényelmesen beférnek a neszeszerben. Van még egy nagy arcra való ilyen kabuki ecset, meg van ő. Hát ugye mind a kettő kabuki, szóval a lapozás nem őket használom, azt otthon szoktam, az alapozót nem is nagyon szoktam javítani útközben, meg hogyha útközben javítom, akkor én ezt kézzel szoktam megtenni, ő pirosításra és púderezésre jó, van egy lapos ecset a szem olyan vonalai, tehát a szemhítus lágyítására, meg a vonalak kiemelésére, illetve van egy satírozó ecset, amit még használok, ővele pedig hát satírozom össze színeket, illetve felviszem. De mivel nagyrészt otthon sminkelek, ezért igazából ez csak ilyen életmentő, hogy legyen nálam. Ettől érzem biztonságban magam. Most jöjjön a szemem. A szememre, ugye a szemöldök a kulcsa minden sminknek, hogyha szép a szemöldökünk, akkor alapvetően keretezzük ezzel az arcunkat. Én a szemöldök porokra szavaztam eddig, viszont a Makeup Plazánál ezt a kétvégű sleek ceruzát szereztem meg, és az egyik vége ugye a szokásos ilyen kitekerhető ceruza vég, a másik pedig egy ilyen applikátor, amivel gyönyörűen el tudok dolgozni mindent, és ezzel a két lépéssel zseniálisan szépen korrigálni tudom az amúgy ritka és előszálló szemöldökömet, és így kapom ezt a normál formát. A szemhéjamra még mindig a Manhattannek a Deep tusát használom, csak ő vele boldogulok, én imádom. Ő nem elkenődik, nem lepattog, nem így felválik, hanem eltűnik. Tehát nincsen elkent pont a szemem soha ebből kifolyólag. Nekem ő hihetetlenül bevált, és amúgy ilyen 1100-200 forintos áron meg is tudom venni. Nagyjából fél évre elég, tehát a szavatosság időn belül elfogy, de nem kívül, úgyhogy ez tök jó. Szemceruzának egy gagyi sziszi márkájú, nem is tudom, hogy milyen szemceruza ez, őt használom. Talán 100 forintos boltba vettem, na, fókuszálj, léci. Na jó, szóval majd őt befotózom, mert őt úgy látom napszat nem akarja. Hihetetlenül erős fekete színe van, amit én nem találtam még meg a rendes márkáknál. És mivel nem allergizálja a szememet, ezért ugye ezt kipróbáltam. Amúgy az EU-ból származik, Budapesten gyártják, sziszi a márkája, és vízálló. Tényleg nagyon sokáig tart, tök jó. 100 forintos bolt néha, ott is érdemes körülnézni. Szempilla spirálnak pedig még mindig a Studio Lash Volume X 3D-s szempilla spirálját használom a Miss Sportinak. Szerintem zseniálisan jó ez a szempilla spirál. Tényleg egy rétegben nappali, két rétegben pedig már bulis minket lehet vele, bulis szempillákat, ilyen nagyokat építeni. Jól építhető és gyönyörűen ível, sűrűbb lesz tőle a szempilla, szóval a 3D hatást, azt nem, minden 3D amúgy. Szóval ezen pont a múltkor gondolkoztam, hogy ez olyan, bármire ráírjuk, hogy 3D megveszik az emberek, pedig mi is 3D-sek vagyunk, 2D, és az nem is tudom, milyen lenne rajzolt. Ha felrajzolnám, az lenne a 2D. De tényleg amúgy szar reklámszöveg, meg nem tudom, névadás, viszont tényleg jó ez a szempilla spirál, bár se a csomagolása nem adja el, igazából csak ez a 3D név adja el. Ó, milyen nem fókuszálsz. Na mindegy, ne haragudjatok, de még barátkozunk a kamerával. Ezen kívül van egy Maybelline szemhéj púder, csengetnek, remélem nem hallatszik be. Ez egy ilyen pici mono, és hát önnel a közepén járok már, és szerintem jól látszik, nagyon ki van. És őt használom mostanában elsősorban, meg egy fél éve, szóval jó régóta. És ő az, aki leszelidíti a vonalaimat, és akivel a szememet ki szoktam emelni, mivel mindig füstös. Azt kifelejtettem, hogy most van nálam egy Vichy Idália szérum teszterke. Látszol. Szóval ez a kis teszter van még nálam.
őt pedig a sminkem alá szoktam mostanában felvinni. Tök jó, hogy ilyen kis teszter, mert ilyen vízhelyzetre teljesen jó, hogyha mondjuk kipirosodnék, vagy bármi, akkor is egyenletes bőrfelszínt biztosít. Van még itt szemöldök csipesz, ami ilyen kis csili-vili. Szóval ilyen kis csili-vili szemöldök csipeszem van, de rohadt jó. Őt is talán 100 forintos boltban vettem. Illetve mindig vannak nálam ilyen fültisztító pálcikák, vagy kozmetikai pálcikák, ki hogy szereti mondani. Ők is a sminkigazításhoz. Találtok még a neszeszeremben hajcsatokat, hullámcsatokat. Most itt pont egyet tudtam csak összebányászni. Illetve egy hajgumi, ami mindig kell, hogy legyen nálam, mert hosszú hajam van, és általában szeretem felkötni sokszor. Úgyhogy ezekre az esetekre ez mindenképp, illetve 3 perc alatt imidzsváltás, felkötjük, betűzzük, és kész a kontyunk, szóval ilyen esetekre tök jó. Hát ennyi lett volna, én ezeket cipelem naponta magammal, hogyha nem csak a boltba ugrok rá, mert a boltba nyilván nem viszek sminkcuccot, de hogyha ilyen egész napos elfoglaltságom van, akkor szeretem biztonságba érezni és magammal vinni ezeket a termékeket, és szeretem, hogyha mindig kéznél van, amikor szükségem van rá. Hát remélem tetszett ez a videó is, és remélem nem utáltok, mert nem fókuszál még mindig a fényképező. Úgyhogy beteszem fényképekbe feltétlenül, amit kihagyott a gép. Remélem, hogy tetszett. Sziasztok!